Hello, szék, szevasz, szék. Ne úgy hallatszom, bazd meg. Szevasztok. Most hallatszom. Szevasztok. Jó reggelt. Szevasztok. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Szevasztok, srácok. Üdvözlünk mindenkit itt a reggeli streamben. És ezzel gyakorlatilag az üdvözlés részét lezártuk a streamben. Ennyi volt, igen. Igen. Nos, mindenhol bontják az utat, fúrnak és építkeznek. Itt a tavasz. Tavasz van, minden bontsál szét, bazd meg. Igen. Az a lényeg. Szóval, hangügyileg vannak gondjaink ezzel kapcsolatban, tehát több opció közül is választhatunk. Az egyik opció az, hogy viszonylag izgalmas hangeffektekkel tűzdelve folytatjuk le a streamjeinket, ami van, akinek a számára érthető, van, akinek a számára nem. Mondjuk játszhatnánk olyan játékkal, amiben releváns ez. Ja. Tényleg GTA-szhatnánk. Például a Siege-ben és... amúgy nem rossz, mert hogy ott amúgy is húzod fel a falat, meg minden, meg robbantás. Na, de hogy nézd, az fúrás is, ám. A fuse, amikor... Na, jó, most képzeld már azt, hogy mit tudom én, ott mész az egyik pályán, és akkor így hallod a fúrás, így jobbra nézed, és akkor van valaki, aki nyomja vissza a gipszkarton, hogy bazd meg, ma megint szétlőtt ez a fasz. Ez így nem jönne jól ki. Nem lenne hiteles. De mondjuk, hogyha mondjuk GTA-znánk egyet, tudod, hogy az utcán, egy kis légkalapások, ilyenek, mondjuk be is jönne, nem? Na, hogy igaz, ez igaz. Egyébként. A másik opciónk az az, hogy bezárjuk az összes ablakot, és... Benyomjuk a klímát. Benyomjuk a klímát, és klímával fulladunk meg a melegtől. Igen. Mondjuk egy kis bríz lesz az arcodon, de a töködöttől ugyanúgy. Persze. Fát. Szóval ezek az opciók állnak fent most így kora reggel, srácok, így a hang és vagy termodinamikai dolgok miatt itthon. Igen. Na de ez van. Reméljük mindenki remekül van. Reméljük elvesztétek a tegnapi stream-eket. Igen. Hát tulajdonképpen a tegnapi stream az egy igazi give or take volt, mert ugye sikerült megoldanunk a logging problémát a God of War-ban. A dissing problémát, ahogy hallottam a PUBG-ben, viszont nem sikerült megoldani, szóval ez van. Ez van. Igen. Örülök, hogy tetszett. Hogy a házban nem fúrnak? Ha várjál még. Ott még nem. Még nem, még nem kelt fel. Kilenc. Fúrós Jóska meg nem ébredt fel, nem, érted? Nem, úgy szokott felkelni, hogy tudod, így vannak olyan, amikor rosszat álmodsz, tudod, és hogy rágul egyet a tested. Főleg elalvás előtt szokott előfordulni, vagy valami ilyesmi. Igen. És hát olyankor ugye, hogy ráfog az elsütő billentyűre, és erre ugye, arra így felér, hogy kell fúrni kell. Igen. Bassza, meg tudtam én, hogy nem szabad elfelejteni, és ugye ez így. Így zajlik, vagy hogy mondjam. Közben Pepsinek köszönjük szépen a 8 hónapot, Ferinek, Mr. V. Feri, neked is köszi a 8-at, Solid V. neked is köszi a 8 hónapot, ma 8 hónapos nap van. Fejes Ármin köszi a fél évet, Usis, igen, hát a fél év sikerült a VR-suliban. Sokat kell még tanulni, sokat kell még tanulni. Ármin, mi megtanítunk. Csatlakozz hozzánk, megéri. Usis, köszi szépen a 3 hónapot, Jenny, köszi szépen a 18 hónap tier 2, Double the Action, a második bébi is megszületett. Igen, egyébként lassan már érik a csok. Ez egy ilyen dolog. Teljesen. Majd meglátjuk, ki kell találni a konstrukciókat, Jenny, erre a dologra. Ez mégis hogy lesz felépítve, de majd ezt is összehozzuk. Vagy hogy mondjam. Krisz Oktoberban mi van? Éjjel fél 12-kor fúrt valaki? Hát, az egy nagyon SOS fúrás lehetett. De mert milyen SOS fúrás, bazd meg fél 12-kor? Fogalmas is, hogy mi az, amit fél 12-kor kell felfúrni. Figyelj, mondjuk itt a például mondjuk... Á, mondjuk akkor sem. De mondjuk, hogy leesik a tévé, vagy valami. És akkor visszarakod. Jani, ezek nagyon kiegyezett jelenleg. Nem, ez nem. Az az igazság, hogy nem. Még azt sem csinálnám meg. Nem, ez buzis. Fél 12-kor buzis fúrni. Igen. Igen. Jó, maradjunk ennyiben. De ennek nincs olyan hangja King Jackie, az nem olyan dolog. Szűcsési, sziasztok! Igaz, nem vagyok igazi ninjon, mert miért nem? Nem sűrűn tudnak nézni deket, de ez a hosszú végén, mikor elbaszott napom van esténként, mikor visszanézem aznapi epiáját, egyben jó kedvem lesz, nem tudom mi ennek az oka, de nagyon köszi, csak így tovább. Mi se tudjuk, de nagyon örülünk neki, hogy jobb kedved lesz tőle. Lehet, hogy a fejére szakadt a polc az ágy fölött. Mondjuk én akkor félre raknám, de az én életvitelem egyébként amúgy sem egy követendő példa. Én félraknám és felgyújtanám egyszer. Gyakorlatilag majdnem minden olyan hétköznapi tevékenység, ami sok ember számára, mint egy társadalomban élő polgár fontos, az nekem olyan másodlagosnak tűnhet
a külső szemlélődőnek. Nem az, csak ugye a lustaságom gyakorlatilag mindenre ráteszi azt a bizonyos pontot, és akkor attól minden így megfertőződik az életben. Ilyen a szemét kérdése. Ugye vannak emberek, akik például rettentő nagy hangsúlyt fektetnek ugye a szelektív hulladékgyűjtésre, arra, hogy ne pazaroljanak, arra, hogy ne dobjanak ki csak úgy bármit, hogy ne halmozzák fel a szemetet, stb. Én is ilyen vagyok. Aki figyel erre. Minden nap ezzel töltöm az időmet, hogy erre figyelek. Amikor kimondtad, te valami megrepett valami. Gondolod? Lehet, hogy fúrnak csak egy. Lehet. Na mindegy. Úgyhogy ja, ezek ilyen hétköznapi dolgok, amire az ember ugye odafigyel. Mindenki, igaz? Mindenki odafigyel erre, hogy... Persze, igen. Hogy ez így legyen. Nem tudom, én egyre jobban kezdem úgy érezni, hogy a szemét átvette az uralmat az életem fölött, de ne, tudod, hogy nem érek szemébe, szó sincs erről. Hogy a faszomban van minden nap valami, amit le lehet vinni? Én nem tudom. Mindig barátnám mondja, lefele leviszed a szemetet? Nem mindig mondanak, hogy te persze, mentem én már ki úgy a házba, hogy... Tudod, egy jó kis szatyor nélkül. Mi az Isten, tudunk annyi mindent kidobni? Igen, amúgy durva. De most komolyan. És szerintem egyébként, most attól függetlenül, hogy sok szemetet termel az ember az életében, ez nagyon fontos. Én egyébként kurva nehéznek tartom a vásárlást ebből a szempontból. Neked nincsenek ezzel gondjaid? Mármint, hogy előre eltervezed, hogy mennyi szemét te jár, vagy... Nem, hanem, hogy rohadnak rád dolgok. Ja. Ki kevés dolog. Kevés dolog. Aha. Mármint, hogy valamikor tudod így az ember, ez jó lesz majd, és aztán így... Elfeledted, hogy az van. Nekem például, bazd meg, a kurva tej. A tej meg romlik. Igen. Hát abban vagyok, hogy áh, vesem a tejet, meg skubi bej, tudod meg minden, és akkor egyszer így eszik, iszok belőle, és utána így fuck. Én a izékkel vagyok így a pék sütem, vagy a pék termékekkel. Én olyankor nem eszek. Tehát, hogy a kenyér, például, hogy jó, valamihez okay. Veszek kenyeret, és akkor ugye azt teszed is csá. És így, igen. A kenyér egyébként az egy kibaszott dolog, de most komolyan. Mert hogyha azt veszed, mint kenyér, úgy vagyok vele, hogy jó, akkor most ehhez eszünk kenyeret, de akkor tudod, csak egy picit kenyeret, azt akkor egy picit. Igen. Kenyeret megveszünk, hogy minden, ami lófaszra se elég. És akkor az vagy, bassza, meg nagyobbat kellett volna venni. Kevés lett. Na de, ha veszel egy nagyobbat, abból kurva élet, hogy egyszeret fogyik, csak biztos, bazd meg, érted? Persze. Vagy fogy, nem fogyik, mert nem csinál, de csak középről. Igen. Érted? És akkor utána meg el van baszva az egész. Nem tudom, nektek ez így mennyire jön be, srácok? Mármint úgy értem, hogy nem azt, hogy mennyire tetszik, hogy nyilván nem tetszik egyáltalán, csak hogy így. Ez okoz problémát? Nem tudom, szerintem ez rohadt nehéz. Amúgy tényleg az. Sohasem menj éhesen vásárolni, mert akkor kevesebb kaját veszel. Egyébként ez lehetséges, hogy ebbe igaz. Ebben van igazság egyébként, igen. Zsömlét kell venni. Ha! Az amúgy egyáltalán nem rossz ötlet. Valami miatt az hamarabb megeszed. Igen. Most azt gondolom, hogyha az ember valami édességet eszik, igen. Mielőtt megy vásárolni, akkor lehet, hogy kevesebbet vesz. Ki a faszon vesz éreszik édeséget, hogy boltba megy, bazd meg? Azért mész boltba, mert nincs. De hogyha van valami otthon még, az tactics. Erre még nem gondoltam, ez jó. De ha meg úgy megyek például vásárolni, hogy telezabálom magam, akkor meg nem tudom kitalálni, hogy mi lesz a következő hétemben, én nem tudom kajára gondolni. És holnap mire érzem én? Nem tudom, hús nem. Pedig de, csak akkor nem. Érted, hogy mondom? Igen, tehát ez egy probléma. Ez egy probléma. Ami itt elmarad, azt mi komposztáljuk. Kispili, ez egyébként egy nagyon jó megoldás, bár mondjuk tömbházi körülmények között igen nehéz, de egyébként tökre értem, hogy mit mondasz. És egyébként az egy jó megoldás lehet erre. Az jó. Akinek van így helye meg minden, hogy komposztálja az ételt. Az teljesen oké. Itt most nem is feltétlenül ételről beszélek, csak néhány olyan dologról tudod, ami így rárohad az emberre. Mondjuk ennyire ez egy jó példa. Igen, ez nagyon nagy gond, Agent Tori, hogy igen, mikor éhes az ember, akkor így, na ez majd jó lesz, meg ez majd milyen jó lesz nasizni, meg a faszom tudja, és akkor utána nem eszed meg. Ja. Tehát nekem van például egy ilyen jó 7 hónapos Pringles-öm. Te el tudtad volna képzelni a Pringles-ről, hogy valaha nálam megér 7 hónapot? Ne is jel, tényleg? Igen. De meg is romlott? Hát ez légmentesen zárat dolgozok, nem hülyeskednek. Ja, tényleg. Szerintem igen. Meg amúgy. Na mindig, nem ez a lényeg, de akkor is... Hát az sokáig jó. A Pringles? Hát az lehet, de nem tudom. Szóval az a lényeg, hogy így előfordulnak ilyen dolgok, meg megfeledkezel róla, meg stb. És ezért ez ugye elég gáz. Igen, tehát kenyérben nem lehet annyit venni, hogy pont elég. De egyébként kezdem azt hinni, őszintén, ha bár a világ e felé tendál, de mégis.
Azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy amiatt van, mert hogy ugye tudod, tehát hogy két személyre. Lehet. De lehet, én komolyan hiszem azt, hogy ugye én nem egynek számítok, hanem legalább másfélnek ebből a szempontból, és emiatt nem lehet belőni. Tehát az ember mondjuk négy személyre vásárolna, akkor lehet, hogy be lehet lelőni faszán az arányokat. Két személyre kurva nehéz. Hát, azért az is durva lehet. Durva, de érted? Na, azért csak nagyobb a szóró. Igen. Szerintem ez lehet az oka főleg. Legalábbis szerintem, nem tudom. Furcsa. Nem mondom, én hiszek ebben, hogy valószínűleg emiatt van. Nem tudom, kenyeret nem szoktam lefagyasztani, meg egyébként nem tudom. A másik dolog, ami van a fagyasztással kapcsolatban... Maradj egy kis pöri. Hát jó, eldob ki, bazd meg, hülye vagy. A pörit, azt nem dobod ki, bazd meg, olyan kibaszott finom megőrülsz, fagyasszuk le. A lefagyasztás azt jelenti, hogy egy évvel később dobjuk ki. Hát mikor így fogsz, bazd meg, egy ilyen barna jégtömbet, hogy jó teszte. Nem tudom, mondik. És tudod, így jár az ember, nem tudom, a lefagyasztás nekem nem működik. Egy személyre még szarabb, egész biztos vagyok benne egyébként. De mondjuk ott feljön már annak is a veszély, hogy egy személyre meg annyira nagyon nem főzöl sokat. Igen. Mert akkor már inkább valahogy megoldod máshogy, ami szar, de akkor is. Én nem tudom, nekem a fagyasztás nem jött be. Csak bonyolódik, ha többen vagytok. Ha! Ugye malfunction? Tehát tele van a mélyhűtő, de fingot sincs, hogy mivel. Na még a szívás. Hát mi az, hogy szívás? Én sem tudom, egyedül a fagyasztó sülklubit ismerem fel. Hát azért nekem... A többi, mint színes gumó. Színes gumó. Azért kiveszem, az most, hogy a hús volt, vagy valami, nem tudom, mi a franc, nem tudom. Én nem tudok ilyet csinálni. Az benne, amikor barátnőm feljön a munkahelyéről, hogy én otthon vagyok, hogy vegye már ki egy kis, tudod, egy kis karajt a fagyasztóból, tudod? Ez melyik az? Vegye már ki egy kis karajt, tudod, te egy kis erénybe, esik egy kis vizet, majd minden hazaérek, olvadjunk, én megcsináljam. Tudod, hoppá, simán. Kihúzod a fagyasztófiókot. Na. Tudod, akkor így veszed ki, hogy hát ennek nem olyan alakja van, ez lehet, hogy csirkevel. Mondjuk, hogy az. Tegyük fel, hogy az. Tudod, és akkor ilyen komplementer halmazokban dolgozom, hogyha ez az, akkor ez nem tudom mi a franc. Akkor úgy nagyjából felcímkézni, fagyjad már magad! Az a next generation. Az next gen. Nézem! Mondom, hogy olyan szeletfajta, vagy mi az Isten. És akkor ugye így bejön ez a helyzet, ugye, hogy így, hogy mi a faszom van a fagyasztóban, nem tudom. Jó, hát azért na, most értitek, fagyit nem veszek ki a hús helyett, de azért van, amikor így problémám van. A másik, ami ugye a second level, ami ugye igazából csak akkor lenne érvényes, hogyha a first level tudod teljesíteni, de nem tudod. Vegyél ki csirke mellett, a level 1-nél ugye szopunk már, annyit, hogy elég legyen. Baszki! Hát mennyi az, ami elég? De én nem ismerem fel, ki kell teríteni, hogy lássam mekkora, nem ilyen kis gubics, bazd meg. És akkor tudod, ez megy, hogy akkor most ez az egy nagy darab, vagy a két kisebb, vagy melyik legyen. Tudod, és akkor a jungler kötsz, meg mit tudom én, és a vége az mindig, hogy... Következik a főzés, mint bazd, ennyi hús kivetni! Megeszem! Nem gond. Megeszem, nem gond. Szóval ez ilyen... Nem, igen, tehát egyet értek egyébként veletek. Karez, ja, tehát így a mi van a táskában videó, az full light. Én simán mi van a fagyasztóban csinálnék. Ja, amúgy ja. Eri2131, köszi a 8 hónapot, rare, senkit nem zavar, haver. Nagyon szépen köszönjük a támogatást. Portmanász, jó reggel, csak reggel olvastam egy cikket, így a szemétre jött eszembe, hogy véletlenül létrehoztak egy műanyag lebontó baktériumot. Állat. Igen, állat. Arról is olvastam. Én nem. Tipcsike, köszönjük szépen a fél évet. Fanuk köcsi, köszi szépen a csírt. Nemes Károly, köszi szépen ezt a baszó csírt, haver. Van olyan szervezet, ami az élelmiszer pazarlás ellen küzd, világszerte és Magyarországon is, mert ez ipari és háztartási szinten is komoly gond. Teljesen egyetértek veled, Nemes Károly, és ezért is tartottam validnak egy picit erről az erről való beszélgetést, mert az élelmiszer pazarlás egyébként egy kurvára gáz dolog, hogyha nagyobb szemléletben nézzük. Érted? Az a baj, hogyha leszűkíted azt, ami egy háztartásban történik, egész egyszerűen úgymond patthelyzetbe kerülsz. Uh-huh. Már megvetted, hirtelen nincs olyan ember, akinek oda tudnád adni, te nem tudsz többet enni, és így az ember belekerül ebbe a helyzetbe, és rámegy arra, hogy ugye belesüljed abba a hibába, vagy beleesik abba a hibába, hogy inkább kidobja, mert egyszerűen nem tud vele mit kezdeni.
Probléma. Nem tudom, hogy hogyan lehet erre olyan kézenfekvő megoldást találni, ami viszonylag egyszerű. Mert sajnos be kell látni azt, hogy az embereknek kurva kevés idejük van. És ha hiszed, ha nem, ezt fogja mondani mindenki, hogy valami olyan kézenfekvő megoldást találni, ami így jó lehet. Ferenci, köszönjük szépen a 9 hónapot, haver, nagyon köszi a támogatást. Smithsoft, köszi a támogatást. Egyedül vagy a műhelyben, Radio Off Twitch-on, közben olajat kell cserélni egy ügyfelnek, ilyen lehetőség ritkán adódik, királyság. Aztán óvatosan ezzel az olajjal. Jó munkát, haver. Lengyelbé, sziasztok, én egyedül lakok, 4-nek számítok, és simán ki tudom számolni, és minden nap főzök finomakat. Fuck yeah, man. Na, ez egyébként kurva jó. Főleg az, hogy főzöl. Az baszó dolog, hogy nem eszel össze mindenféle szart. Ja, ja. Ez a szerencsésebbik helyzet. Mármint, hogyha tudod, be tudod osztani magadnak, és még úgy is, hogy főzöl. Gabkovács, köszi szépen a 10 hónapot. Bármikor, haver. Gyeni, a lefagyasztás után csak Han Solo-nak jött be. Igen. Mármint, hogy a lefagyasztás így jön magában. Mennyivel másabb lenne a Star Wars, ha csak úgy kirapták volna a fagyasztóból? True. Ebben nem tudok belekötni, Gyeri, az meg igazad van. Köszi a csírt. Kethios! Pisti, nekem is szoktak ilyet mondani, hogy vegyél már ki egy karajt. Csak az egész disznó valami az asztalon van. Na jó, baszki, de hogyha ekkora pengepró vagy, akkor ezt úgy kell nyomni. Én azzal is pont akkora szarba lennék, ha én kéne kivágjam a malacból. Ami állítólag disznó. Azt megnézhetnétek. Sőt, van, aki azt mondja, hogy sertés. Pedig nem. Dani Ádám, köszi szépen a fél évet, fakje. Mi a véleményünk a témáról? Mi? Volt egy aszteroida, aki baj, ami baj, nem? Mi, what? Volt egy aszteroida, ami majdnem telibe találta a Földet? De én nem, szerintetek azt nem láttam volna? Na. Én nem hallottam erről. Én se. De érdekes. Nem egészen 200 ezer kilométerre húzott el a Föld mellett egy 110 méter átmérőjű aszteroida vasárnap. Hát! Ez legyen a legnagyobb bajunk, haver! És mi a forrás? Nem tudom, mi a forrás, bazeg? A Vice magazin. Hallod? Az biztos. Ha egy ekkora aszteroida ilyen közel jött, akkor nagy probléma van. Jesus Christ. De észre se vettünk, szóval érted? Annyira nem lehet para. Lehet be is csapódott egy, mit tudom, én pont aludtam. De köszi, Dani Ádám, a hírt, én nem tudtam. Foki, mikor nyáron az 50 melegben kinyitod a fagyót, hűsítőt keresve, és a jégkrémes dolgozban rád mosolyog a lefagyasztott pörkölt. Igen, az amúgy nagyon baszó érzés, tényleg. David King, sziasztok, srácok, köszi a tegnapi napot. Bármikor, haver, bármikor. Nyalifali, men, mi volt tegnap? Fuck yeah. Kuni Imre, köszi szépen a 11 hónapot, haver, én is alig várom. Rokvis, köszi szépen az 5 hónapot neked is. Szóval igen, ezek a dolgok fontosak, ezekre a dolgokra figyelni kell, hogy vagyunk a gajával. Az az igazság, hogy én ezt tényleg egy olyan pontnak tartom az életben, ami ilyen folyamatosan jelenlévő, tehát állandóan úgymond probléma, de egyszerűen én nem találom rá a megoldást. Még az én életemben, nem tudom ezt így összehozni. Ja. Hát elkerülhetetlen, hogy ne legyen ez. Mármint, hogy is mondjam. Hogy ne pazarolj? Hát egy pici. Figyelj, hogyha megfelelő mennyiségű figyelmet, hát egy picit biztos pazarolsz, de hogyha megfelelő mennyiségű figyelmet fordítanál arra, hogy odafigyelj, hogy úgy vásárolj, hogy mondjuk, mit tudom én, csak 3 nappal előtte vált. Tehát most ez mind idő, Jani. Ez mind úgy idő, kibaszott idő. Tehát, hogyha 3 naponta elmész boltba, amit ugye ki a faszom csinál. Mármint, de akkor nincs gond. Mármint dehogy nem, mert csinálok én is, csak nem veszem meg mindent. Tehát 3 napra elvisz bevásárolni, a következő 3 napra, amikor pontosan tudod, hogy miket fogsz főzni, és annyit veszel mindenből, akkor megoldható. Meg. Na jó, de hát ki a faszom akar ezzel foglalkozni? Jó, de akkor is előfordulhat, hogy megromlik a tej, vagy valami, tehát most érted? Na jó, de hogyha 3 napra előre olyan dolgokon gondolkozol, amihez tej kell, meg eszel kukipályát reggel, és egy üveget veszel, az easy. Jó, az úgy easy, igen. Csak hát mondom még egyszer, ki csinál ilyet? Meg ki nem kell fel úgy reggel, hogy az meg ma. Aztán ott, hogy megeszek egy egész marhát, úgyhogy mégse kell a tej. Szóval ilyenek előfordulnak az emberrel. Erre figyelni kell. Én is minden nap megyek boltba, mert valami mindig hiányzik az adott dologhoz, de amúgy nem minden nap nem. Nem. Inkább azt mondanám, hogy mi minden nap megyünk boltba.
saját érdek lenne Pixi, hogyha, vagy Pixel, hogyha magunknak termelnénk? Igen. Az biztos, hogy egy, hogyha az ember még mindig magának termelné az ételt, és tudod raktározni, stb., akkor kevésbé lenne ez. Hmm. Tehát, hogy na, valószínűleg jobban odafigyelnél valamire, hogy mikor romlik meg, hogyha, mit tudom én, egy fél évet melóztál rajta, hogy ki tud szedni a földből. Ja, igen. Tehát ez valószínű. Avid is odd. Ebben igazad van, haver. Erről mi a vélemény, srácok? Tehát Avid azt mondja, és amúgy nem mond akkora fasságot. Ha az ember mondjuk például, nem azért, mert bármilyen szinten is fasságot mondtál volna, Avid, rosszul fogalmaztam. Szóval, ha az ember eljár étterembe, akkor úgymond minimalizálja a pazarlását. Az kérdés, hogy az étterem mennyire pazarolna? Ez az én kérdésem is. Hogy akkor vajon csak a saját pazarlásodat minimalizálod le? Vagy valóban minimalizálsz pazarlás szinten? Tehát ez igazából az a megoldás, hogy nem látom úgy, hogy nincs? Jó, mondjuk azért az étteremről elmondható, hogy ott azért kihasználják az utolsó... Jó, reggelt, Lai! Jó, igen, de nem feltétlenül biztos. Csak áthelyezed máshova. Igen, Robert Kovács, én is ezt gondolom róla, vagyis ezt érzem most. Lehet, hogy máshogy van. A saját termelésedet, amit az biztos, hogy minimalizálod. Yep. Az tuti. Nem. Amúgy alapvetően Avid, én is ezen a gondolkodáson lennék, csak hogy egy picit belegondolok, lehet, hogy ezzel csak áthelyezed a dolgot. Fogalmam sincs. Nem tudom. De ez egy jó kérdés egyébként. Az ételek pazarolnak, sok étel a kukába megy, ha ételem mész, akkor ezt csökkented, nem? Mármint arra gondoltok, hogy ha rendesen járnak egy étterembe, tehát megfelelő mennyiségű ember jön, akkor nem számolják túl magukat, és akkor kevesebbet pazarol az étterem? Mert ugye az van, hogy ugye nap elején belövik, hogy mennyi friss alapanyag kell, és ugye ez nem jön össze, akkor fuck. Én nem tudom. De amúgy Avid tök valid, amit mondasz, és érdemes elgondolkodni rajta. Bár igaz, hogy jóval drágább, de most, hogyha azt kivesszük a pakliból, a saját pazarlásodat, az biztos, hogy csökkented. Ja. Mert annyit ezzel, amit kiraknak eléd, és csá. Ez biztos. Mert ugye például van, aki például, tehát Avid, most erre mondom, amit mondasz, van, aki például, kivétel például a lengyelvi, aki nem tud magára főzni, bazd meg. Mert egyszerűen képtelen egy adagot főzni, mert azt mondják, hogy azt nem lehet, és amúgy tényleg nem. Uh-huh. Mármint, hogyha most mit tudom én, olyan fajta kajákról beszélsz. Az ételemben viszont ez megoldás. És ott egy adagot készítenek neked. Igen. Elképzelhető. Mit is mondtál? Szóval tudod, erről mindig az a véleményem, hogy első körben bassza meg, első körben az ember saját kertjébe tegyen rendet, ha mindenki így gondolkodna, vagy tenne minimálisan, akkor már előrébb lennénk. Ez igaz. Mindenkinek a saját házatáján kell körülnézni, ez teljesen igaz. 4 adagot főzni a legoptimálisabb pazarlás nélkül. Moly ember, főleg például, hogyha olyanról van szó, hogy leves. Ja. Tehát abból is egy adag leves. Nekünk, tehát nekünk otthon az a legnehezebb. Az a legnehezebb. Egyszerűen én szeretem a leveseket. Főleg a fasz a leveseket. És egyszerűen az meg nem tudunk belőle annyit főzni, hogy mindet megegyem. Mert olyan, az a baj, hogy én meg olyan vagyok, hogy már mondjuk harmadjára nem eszem. Mert egy fasz vagyok. De most ez mindegy. Ennyi. És ez ilyen. Avidnak nincsen étterme, Robert Kovács. Ugye, Avid? Nem azt akarod promózni. Szóval a leves az egy jó cucc. És például ott ez probléma. Karez, az biztos, hogy az éttermeknél is vannak olyan fajta ételek, amiknél egy kicsit például óriási adagot adnak, és képtelen vagy megenni. Ja, persze, vannak olyanok. Szigé, igen, ez a töltött káposztát főz két személyre. Igen, de a töltött káposztának megvan az a tulajdonsága, és úgy tudom. Jó. Egy az, kettő, Greg írta pont, és tök igazabban, hogy azt mondják az öregek, mamám nekem is azt mondja mindig, hogy töltött káposztával kevesen nem lehet csinálni, mert úgy abban a nagy ízében, hogy olyan sok van, úgy lesz finom. Persze. Igen, ezért mondom, hogy kurva nehéz két személyre. Viszont sokáig jó. Tehát ez tény. Igen, és Batyuzó is írja, hogy szerinte gulyásból sem. Ja. Oké.
Ez igaz minden pörkölt dologra. Egyébként valószínű. De bográsra meg biztos. Na, szóval, Rare. Köszi a támogatást, azt mondja, sziasztok, tegnap kijátszottam a PUBG-t. Azt mondja, Solo FPP rank 339 EU, úgy érzem, ennyi volt benne, nem erőltetem tovább, most már csak fun. Tigris Mester, köszönöm, hogy elindítottál ezen az úton. Rare, vannak még gémek, amiket végig lehet vinni. Vannak. Gratulálunk hozzá. Jé, tegnap kaptam az infót, hogy imposztorok befoglalták a hardmode.hu domaint. Igen, ezzel már én is találkoztam régebben. Jé, tényleg? És de, mi van ott? De ez már ezért egy nagyon régi szájt, legalábbis a leírás szerint. Ez egy ilyen játékmagazin. Ctrl-W. Köszönjük ilyen infót egyébként, én nem tudtam. Köszi. Pocakos, köszében a 17 van a feledkozást. Marci, story time. Mikor még suliba jártam, hazaértem a suliba, mentem a konyhába, ott volt frissen főtt puliszka a gáztűzhelyen. Mondom, mindegy, kajás vagyok. Ettem egy jó adaggal. Tettem egy jó adaggal magamnak. Jött be tatám, kérdezi, mit eszek, mondom, hogy puliszkát. Elkezdve, ezt a kutyának főztem, na ezt beszoptam. Oh. Néha előfordulnak ilyen dolgok. Sajnálom. Fel a VR-ar, végre újra nincs a között, köszönjük a nézők nevében is, hogy vagytok nekünk, rengeteg dolgot tanultam meg a VR tech csatornán. Rengeteg új cuccot szereztem be, ami nektek köszönhető, szóval hatalmas pacsi, és kevés munkát, sok pénzt. Kösz, haver. Kösz szépen. Igen. Kösz szépen. Nyalifali, sajnos mennem kell, de jó a téma. Amint tudom, visszarézem, szép napot, srácok. Nyalifali, neked is szép napot. Zakariás, kösz szépen a hámuszat. Nagyon bírom, hogy csináltok, kitartást, egészséget és sok sikert nektek. Köszi. Köszönjük. Nemes Károly, nagyon szépen köszönjük a csírt. Néhány helyen vannak olyan dobozok per tároló szekrények az utcán, ahova a feles kaját berakod. Aki rászorul, az meg kiveszi. A neve nem jut eszembe, vagy újra hasznosítod a kaját, például spagettiből rakott tészta, effektíve viszont csak a vásárlásnál lehet megfogni. Igen, Nemes Károly, maradjunk akkor ennyibe, srácok, hogy a témát illetően, hogy igen, a vásárlásnál lehet első körben megfogni a pazarlást, ez egészen biztos. A másik meg az, hogy hogyan használjuk fel az élelmiszert. Ez is teljesen biztos. Nagyon szépen köszönjük még egyszer a csírt. Én nem tudom, hogy vannak-e ilyen ilyen oldalak. Oldalak? Ilyen tárolók Magyarországon. Vannak? Ahol be lehet rakni kaját, és valaki kiveszi? Én nem tudom. A tésztatucokat, Oti Bence, ja, azokat újra lehet. Láttam már én is ilyet. Crazy Enemy. Nem radikálkodunk. Vannak? Tényleg? És hol? A Mordorban? Vagy itt vagy vidéken is? Én nem láttam itt még. Esztergomba van. Akkor jó. Én nem tudtam. Munkahelyi közös hűtőszekrénynek hívják. És ez mi ez? Tehát, hogy ilyen, ez ilyen hűtős? Vagy mi az Isten? Én nem tudom, hogy ez mi ez. Én itthon nem láttam. Én sem. De lehet, hogy van. Szegeden is van. Ja, hogy lekresseltük a szájtot, Karez? Vagy Crazy Enemy? Elő szokott fordulni. Mi, egy csomó helyen van, akkor biztos itt is van. Csak nem láttuk soha. Ezek szerint igen. És ez csak egy sima doboz, vagy... Nem hűtős. Itt csak olyan jelentik, hogy nem romlik meg olyan gyorsan. Ja, oké, értem. Tehát akkor egy ilyen tároladény. Aztán biztos vagyok benne, hogy te ilyen gyűjtőszekrény vagy, én is az vagyok. Egy sima doboz. Ká. Mondom, biztos, hogy van Debrecenben is. Nem romlandó ételeket, vagy kész ételeket címkézve rakhatsz bele. Értem. De ez király van ilyen. Hogy ne lenne király? Több helyre kéne ilyet csinálni. Like my hammer, köszönjük a 7 hónapot, Rolin. Matek, ilyen szurkoljatok. Hajrá! Go for it! Jó lesz! Cleaver, nálunk minimális a pazarlás, látom, mi az, ami romlandó, kb. Megsatszolom a fogyást, aztán ami még jó, de úgy látom, nem fog elfogyni, személyzeti lesz belőle. Vagy én vagy a kollégák eszik, bár a kollégák nagyon válogatósak, szóval nem mindig sikerül. Cleaver, ez egyébként, és ja, ez jó, hogy mondtad, Cleaver, ez egyébként egy kibaszott jó dolog. Tehát amikor megcsinálsz otthon egy akkora wilding, ki nem tudja, mi az a wilding, hagyja. Egy akkora adag
lazanyét mondjuk, amennyit nem tud megenni gyakorlatilag az itt hadsereg sem. És ahelyett, hogy a kibaszott féltálat kibaszod a kukába. Ha olyan helyen dolgozol, mit tudom, irodai környezetben, stb. És veszed a fáradtságot, hogy rábasszál egy alufóliát, és bevidd az egészet úgy, ahogy van, és berakd a hűtőbe az adott cégnél, ahol dolgozol, ráírom, vagy szólva, hogy egyen belőle, aki akar, az egyébként egy nagyon klassz dolog. Az egyébként egy nagyon klassz dolog. És biztos vagyok benne, hogy lesz aznap olyan, aki nem fog kaját rendelni, hanem inkább abból eszik. Ja, ez király. Vagy koliban, Szűcsicsi. Hát a koli... mindjárt a koliról ne beszéljünk. Ja, úgyhogy ezek is egy jó... Ez is egy jó, jó ötlet, vagy egy jó módszer lehet, hogy megosztjuk az ételt. Nem feltétlenül annak, aki rászorul, mivel ez nem egy olyan helyzet, de legalább nem dobott ki. A koliban nem megosztják az ételt, elrejtik. Jó, igen. Az, az igazság. Vagy szomszédokkal is meg lehet csinálni. Hát ez már a kapcsolat függő. Ja, hogy te étteremben dolgozol, úgy értetted, Cleaver? Ó. A személyzeti része gyanús volt, de egyébként nem csak a... De, az is tök érthető, de egyébként kiterjeszt a Cleaver így a dolgokra. Amúgy is jó ötlet. Az így fasza. Kamigusz, köszi már a 16 hónapot. Avirizod, hopp, ezt majdnem elfelejtettem, közi a 2 hónapot. Köszönjük szépen. Csabi Brutus, köszi szépen a csírt. Kaveruraz! Jó reggelt, sikerült bepontolni az elmúlt héten hetet streamek tekintetében. Láttam, kipróbáltatok a VOD-ot, egyszeri alkalom volt, vagy várható belőle még? Egyszeri alkalom volt, vagy várható belőle még? Majd jön a 2.0. Botticelli, nyomjátok srácok, betegen vagyok itthon, de ti feldobjátok a reggelem. Jobbulást, jobbulást. Teddy, szevasz, kösz szépen, haver. Azt mondja, hogy jó reggelt, kaja témával, sosem tudok magamra főzni felesleg nélkül. Szerintem ez nem meglepő. Még azt sem, meg sem próbálom már. Shakespeare-t idézek, mentek vagy nem mentek, ez itt a kérdés. Az a baj, Teddy, ezzel a rendezvénnyel, hogy volt szó róla, volt szó róla, sőt, hívtak is minket, így csatorna szinten, de az a baj, hogy akörül fogunk elutazni. Ja. Szinte biztos, úgyhogy kicsi az esélye. De köszi szépen. Grimi, nálunk is ez mondja, melóban, orrában én vagyok a konyhamalac. Szerintem ez abszolút nem egy rossz dolog. Nem. Ne szállj, szóval magányos vagyok, csak be kell sétálnom egy koliba, egy csomag WC papírral. Egyébként működhet. Tudja, hogy el tudsz serélni valamit. Ennyi. A fizetőeszköz. Sajtosz, azt hiszem látom, te jóságos atya úristen. Ott a like. Uramisten, de menő. Ott a like. Bocsi srácok, meg kellett mutatnom. De ez kész. Ez az Ultimate Tigris szerelés. Kibaszott jól néz ki. Jap. Menetele az idei E3. Menetele, be sincs. Menetele. Ha akarod, akkor privát. Nemes Károly, nagyon szépen köszönjük a baszó donétet. Nem, egyáltalán nem privát, szó se róla. Azt mondja, hogy Élelmiszer Bank Egyesület. Srácok, hogyha valakit érdekel ez a témakör, most ajánlotta nekünk Nemes Károly. Itt van egy ilyen cucc. Azt mondja, hogy várjatok. Élelmiszer Bank. Jó. Nem tudom, hogy ez jó-e vagy nem. Fogalmam sincs. Én nem vállalom érte. De. Nem vállalom érte a felelősséget. De ez jó, az jó. De. Megmutatom, amit itt beajánlott nekünk Monsieur Nemes Károly. Köszönjük szépen. Hogy azt mondja, váltsál már szint, ha azt mondtam. Ajaj, Jani! Baj van? Szerintem baj van. Ahhoz lehetetlen. De még működünk. Az X-Split nem mozdul, srácok. Hoppá! Bam! Sikerült! Szóval ez az az oldal. Élelmiszerbank Magyarországon. Felkutatjuk az élelmiszerfelesleget, hogy eljutassuk a nélkülözőkhöz. Szóval az a lényeg, hogyha valakit érdekel, ez az élelmiszerbank.hu. Terjedelmesebben, vagy célrevezetőben elelmiszerbank.hu. Szevasz, Argangya! Szóval így gyakorlatilag
lehet tájékozódni arra, hogy mit lehet tenni az ügyben. Nem ez volt a tervünk ezzel a műsorral, de hogyha már feljött, köszi szépen a linket, haver. Miért ne? Miért ne? Ha valakit érdekel a téma, itt esetleg utána tud nézni. Ja. Ez mondjuk egy alapítványi cucc, vagyis egyesület, bocsánat, szóval nem tudom mennyire komoly, de... Helket írja, az Élelmiszerbank teljesen legit oldal, nyugodtan ajánljátok. Oké, okay, ha full valid, akkor fuck yeah. Nézzetek fel rá, nézzetek szét, ha valakit érdekel esetleg a téma. Krumpli, köszönjük szépen a csírt, és Satilla, köszönjük szépen a 2 hónapot. Köszi. Jó reggelt, Paik, neked is. Szevasz, szevasztok, srácok, üdv mindenkinek. Szóval az élelmiszerparazárlásról így nagyjából ennyit. Nem tudom, én is azt mondom, hogy érdemes odafigyelni, és én értem azt, hogy ez egy jó üzenet, de annyit sajnos hozzá kell fűzzek, hogy én se tudok odafigyelni rá, pedig szeretnék. Hát, amennyire lehet, ja, oda lehet figyelni. Igen. De nehéz bizonyos dolgokkal kapcsolatban, az tényleg. Hát rohadt nehéz. Főleg, hogyha betervezel mondjuk azt, hogy mit fogsz enni a héten, és minden reggel úgy kiállsz fel, hogy én már tudom, mit fogok enni, és nem azt, amit vásároltál. Az egy szarügy. Az egy szarügy. Igen. Mi van, Grimi, most ez is megállt? Nem az már meg. Nem állt az meg. Megy ez. Vagy cashből, még nem tudom. Szóval... próbálj meg odafigyelni, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Működő cégvalós állásokkal és önkénteskedési lehetőséggel, valamint itt írták a srácok azt is, hogy magánszemélytől nem vesznek át ilyesmit, csak ilyen cégektől, üzletektől, stb. Ja. Marci, a legnagyobb szívás, hogy most 200 ember munkanélkül marad, mert tönkre ment a cég, ahol melóztam. Sajnálom. Basszus, a szívás. Abu, sziasztok, Priv! Kösz szépen a támogatást, haver! Hát kitartást, öreg. Hmm. De saját magad legalább a körülötted lévőknek biztosan tudod bizonyítani, hogy nincs mitől. És hogy minden faszom. Ja. A közvéleményt egy személyben nem tudod megváltoztatni, azt tudom. De olyan úgy tudsz viselkedni, hogy rendbe jöjjenek a dolgok idővel. Kitartás. Felti, hajrá! Jó lesz a délutáni stream, srácok, jó lesz. Rég volt már. Igen, azt tudjuk, hogy nyugaton máshogyan bánnak ezzel a témakörrel, és hogy több, tehát nagyobb odafigyelést kapnak a dolgok. De tudjátok, nyugathoz hasonlítani Magyarországot még mindig rettentően nehéz, tekintve, hogy ugye egészen más az életvitelként, máshogyan van beosztva az emberek ideje, meg úgy összességében más a szemléletmód. Tehát vannak dolgok, amiket nem lehet, tehát azt értsétek meg, hogy akár ebből a szempontból, akár más szempontból. Magyarország, hogyha fejlődni akar, és azokat a nyugati dolgokat, amiket érdemes átvenni, azokat szeretné átvenni, azt mindenkinek meg kell értenie, hogy nem megy egyik napról a másikra. Az emberek tudnak a legtöbbet tenni érte, főleg, hogyha ilyen dolgokról van szó, lassan. Kurva lassan. Ezt meg kell érteni. És akkor nem lesz gond. Jó, az, hogy több szemetet termelnek nyugaton, az főleg amiatt van, hogy bozasztó sok ember van. De mondom, lassan minden sikerül egyébként. Tehát mindig azt kell tenni, hogy amikor ilyen előítéletesek vagyunk, és azt mondjuk, hogy jaj, bazd meg, itt sosem lesz az, ami nyugaton áll, vagy hogy válogatnák mindenki szelektíven a szemetet? Hát itt leszar mindenki mindent. Ha visszanéztek arra, hogy mi volt Magyarországon 15 évvel ezelőtt, és mi van most, igenis változunk modern, pozitív irányba, mint emberek, csak lassan. Hát lassan, igen. Igen. Nem, pont most mesélt az egyik ismerősöm, hogy ugye most már lehet itt kérni külön ilyen szelektív kukát, hogyha kertes házal az ember. Igen. És ráadásul most ingyenes. Igen. És az egész utcába csak egyedül őkért. Tehát, hogy senki más nem foglalkozik ezzel. Szóval, de remélem, hogy fejlődik ez a de dolog. De kért valaki. Ja, így van. Jó, tudom, hogy ez ilyen nagyon buzi hozzáállás, de akkor is. Valaki kért. Én is a környezetemben nem egy ember tudok mondani, aki legalábbis azt mondja, hogy odafigyel rá. Ja, ezelőtt 10 évvel... Pff,
csinálsz? Igen. Ugyan oda megy mind. Hülye vagy. Igen. De kurvára rájössz az üveget dobálni egyenként, te fasz. Egy kb. Ennyi volt 10 évvel ezelőtt. Most már egészen más. Ja. Most már egészen más. Laci bácsi, ez igaz, hogy az USA-ban a kaja 40%-a megy a szemérbe, viszont ugye ott ugye megfigyelhető a túltermelés jelensége, mint olyan, ami egy nagyon-nagyon bonyolult gazdasági folyamat, nem csak egy szó, amihez megmondom őszintén nem értek annyira, majd utána nézek, és akkor beszélhetünk erről pontosan. Volt idő, amikor így nagyjából jobban beleláttam ebbe, de az a lényeg, hogy a túltermelésnek is megvan egy bizonyos szinten az értelme, hát a függetlenül még borzasztó rossz, de az a jelenség nagyon más, mint ami itthon vagy az Európai Unióban zajlik. Emcsike, köszönjük szépen, haver! Valódi arról, mit szóltok hozzá, ha visszatérnének a retro divat vagy öltözködés szokásai 1960-1980. Az a baj, hogy én úgy érzem, hogy vannak olyan részei a világnak, akik azt mondják, hogy ők divatosak, ahol visszatért. Vissza, teljesen. Csak nálunk nem. De egyébként ez a dolog teljesen megfigyelhető, hogy egy körforgás az egész. A divat? A divat. Igen. Tehát, hogy így egy csomószor, oké, hogy nem pontosan ugyanaz a valami, de hogy azok a vonalak, vagy azok a stílusok megfigyelhetők mindig az újabb ruhákba is. Igen. Egy bizonyos korból jön vissza, és amúgy ugyanez megfigyelhető mondjuk egy haj esetén is, tehát ugye a fazon. Ja, persze. Az is, hogy folyamatosan változik, hogy éppen mi a trend, de hogy mindig ugyanaz. Mindig visszatér, tehát mindig visszatér. Tudnak mutatni az elmúlt, mit tudom én, 80 évből valamit, ami ja. Egyszer már volt ilyen. Igen. Az az igazság, hogy a variációk és úgy önmagában a divat is én úgy gondolom, hogy egy véges dolog, biztos, hogy egy divat tervező mindjárt a torkomnak ugrik. De amúgy szerintem az. Amúgy. Tényleg az. De ahogy annak idején a 70-es években is megmondták, hogy a gitárnyaga adott, hogy milyen hosszú, és a lefogható hangok száma is adott, így egy idő után véget ér a kreativitás, mint olyan. Én úgy gondolom, hogy ez vonatkozik egyébként erre is. Hát a kreativitás az nem ér véget. Nem ér véget, de... De hogy nagyon sok hasonlóság lesz már. Igen, de nehéz olyat csinálni, amire nem azt mondod, hogy hát ezt valahol már, vagy lehet, hogy nem pont ilyen volt, de... Igen, érted? Igen, szóval igen. Ez egy ilyen dolog. Szerintem ez... De azért nem ismétlő magát. Ebből szempontból egészen biztos, hogy ismétlő magát, és egyet is értek ebben. Nem tudom, nekem például, tehát ez tök személyfüggő szerintem az, hogy valaki hogyan öltözik. Tehát maradjunk annyiban, hogy... Kimerem ezt mondani, lehet, hogy azt mondjátok, hogy nincsen igazam, de kimerem mondani, hogy szerintem a hagyományos értelemben divatosan senki nem öltözködik. Ha megnéznek jelenleg, hogy mik a divattrendek, ha meglátná valaki úgy utcán egy embert, ami most jelenleg a felfogott divat, a divattervezők szerint, szerintem sírva menekülnénk a bolygóról. Azt tuti. Tehát ez, ami mostanában van, amúgy komolyan mondom neked, hogy én nézegetett olyan képeket, és így senki nem veszi fel azt a ruhát. Kinek csinálják? Nem csavarsz magadra a szemetes zsákot. Igen, de kiknek csinálják azt? Senki nem veszi fel azt a szart, amit terveznek, de komolyan. Borzasztó rossz. Én nem tudom, hogy ez miért jó. Ez egy olyan elbaszott dolog, amit sosem fogok megérteni. Az olyan, mint a modern festészet. Igen, jó, erről ne is beszéljünk de a modern művészetekről. Soha nem fogom megérteni. Igen, de tehát mindenkinek megvan a saját ízlése gyakorlatilag, ami kicsit csiszolódik, ahogy így nő és érik és stb. De olyan nagyban nem változik meg igazából soha. Mindenki felnőtt valamilyen irában, amiben valahogyan öltözködtek, és az neki azt tetszik. Tehát, most mit mondjak neked? Visszaemlékszem így a gimis időszakra, amikor a csajoknál még ez a csípőgatya volt a divat. Igen. Meg a villantós, meg a minden, érted? Amikor így ránéztél egy lányra, és tudtad, milyen alakú. Ja. Most meg visszajött, nem, most mondom, abszolút nem értek hozzá, ez a csöcsiggatya. Igen, tudom. Téma, meg minden, mert szerintük az jól néz ki. Na, én például az öreg fasz vagyok, hogy meglátok egy olyat, és legyen az akármilyen nő, így... Úristen, mi a faszomat csinálsz normális vagy? Valamikor jól néz az ki. Mit? Van, amikor jól néz az ki, de én kizárólag magamról beszélek. De értem. És ez nem határozza meg a viselőjét. Igen, persze. Csak tudod, hogy én vagyok úgy vele, hogy így, hát anyámról láttam ilyen képet. Egyébként fura, igen, az teljesen visszajött. Azt mondják, hogy most a ízés vissza fog jönni, ez a trapéznadrág. Mi? A trapéznadrág. Hallod? Felőlem visszajött, meg megint elismerhet, én akkor sem veszem fel, bazdmeg. Igen, biztos. Az ki van zárva? A bazdmeg, ez kész. Igen, na mindegy, srácok, ez ízlés kérdése. Ebbe kár belemenni.
De mondom, így alakul a divat, így változik az ember, de mégiscsak vannak szegmensei, amik ugye egy életet, vagy egy gyerekkortól közel felnőtt korig szegmens lefed, és minden embernek az jön be. Ami ember éppen él. Ennyi. Úgyhogy ez ilyen. Ez nem tudom mi kis bali, de... Hát próbálom feldolgozni, de... Ez mi ez ez? Nem sikerül. Kis bali linkelte be. Várjál. Átdobom neked. Várjátok, ezt megnézzük. Ezt érdemes megnézni. Nézzétek meg. Jól látom, hogy az a, hogy gyakorlatilag a gondolatmenete mögött ez a viseljük az embert? Igen, igen. Na, tessék, tehát itt tart a divat, kérlek. Kérlek, hogy... Fú, bassza meg, srácok. Aki csak hallgatja a Happy Hour-t, na, nem egy... tudja, miből marad ki. Szóval... Ez érdemes lesz visszanézni. Ez egy új divat. Gyakorlatilag, ugye... Írjuk le, hogy mit találtunk, tehát... Tehát kitalál... Szóval... Valaki kitalálta, hogy jó egy másik embert viselni. És ez így a hátára van, így felhorpasztva. És rá van gújzva, rendesen. Én komolyan mondom, az ilyen embereket valahol kilőném, de valami nagyon messzire, akik ilyeneket kitalálnak. De csóri modelleket képzeld el, szerinted hát, hogy húz egy 60 kilós hátizsákban? De hogy, érted, hogy mondták el nekik, hogy figyelj már, az az igazság, hogy gyere már el erre a divat bemutatóra, nem lesz semmi gáz, csak fel kell venni egy kis ruhát. És akkor bemész reggel, érted, és akkor, hát akkor most őt kéne felvenni. Nem tudom elképzelni ezt, hogy ez hogy. Szegény modellek. Akkor ezt mondom, hihetetlen. Most elkezdhetnék undorító dolgokról beszélni, srácok, amik gusztustalanok. Inkább maradok a sugallat oldalán, mint a kimondás oldalán. Tekintve mondjuk például ezt az öltözetet. Öltözetet. Hogyan sugalljam ezt, hogy ne legyen kimondva, mert az undorító. Tehát mondjuk tegyük fel, hogy mondjuk, éljünk szélsőséges példával, tegyük fel, hogy a jelenlegi ruha, aki ebből a szempontból a hosszú kiengedett hajú lány, ő a ruha. Oké? Okay. A kontyos jány meg a viselője. Igen. Tegyük fel, hogy a viselője gyakorlatilag pont most érkezett haza egy 4 napos kamcsatkai túráról. Aminek hegymászás, szubtropus időjárás, dzsungelküszködés, stb. Volt a része, ahol is nem volt elérhető bizonyos higiéniai környezet. És ugye a repülőről leszállva gyakorlatilag abban az állapotában lett konzerválva egy 4 napon belül, aminek részese volt ebben az időszakban, és a reptéren nem volt zuhanyozó. És amint leszállt a gépről, úgy gondolta, hogy ezzel a kellemes öltözékkel fogja gyakorlatilag ünnepeltetni magát, mint egy visszatérés szinten. Akkor kérdésem, hogy szerintetek a jelenleg ruhaként szankcionált hosszúhajú lány most milyen kedvében van? Vagy hogyan viselkedik, mint ruha? Az a baj, hogy ezzel még a vécére se tudsz leülni. Azzal a lányjal. Hát hogy? Gondolj bele, fizikailag nem lehet. Rosszul találták ki. És mi van, hogy... Ott van, Steinarsson megmondta végre, hogy kellett volna kifejeznem magam. Úgy, Pisti, úgy, alulról szagolja az ibolyát. Így, na most akkor ez így jó, ez így kellően zárt volt. Igen, nagyon jó kérdések ezek, hogy a ruhának vajon kell-e repülőjegy egyrészt, illetve hogy a ruhának vécére kell mennie, mi van? Ezek már szélsőséges példák, Jani, mindenkogán megpróbáltam finoman fogalmazni. Igen. Jézusom. Köszi szépen a 3 hónapot, DreamFox, köszi szépen haver, köszi. Grimi, nálunk minden lakásnál 2 külön kuka van, egy kommunális, egy szelektív, és mindenki ingyen kapta. Szóval ez is egy remek kezdeményezés a személy szállított cég részéről. Abszolút, Grimi, abszolút. Mesoflexion! Most már hivatalosan is, sosem felejtem az első pillanatot a narancsága szobában. Szerelem volt első látásra, kap a Pride. Köszönöm a munkátokat, #VR Mesoflexion, egy éve a szivárványos badge-el mindennel. Nagyon köszönjük, hogy itt vagy, haver. Tényleg sokat jelent. Köszi, hogy támogatsz minket. Hixa, köszi szépen a feliratkozást. 420 ever, én szeretnék egy Pisti kabátot. Ne szállj, te hülye buzi. Azt mondja nekem, hogy így vagyunk az áramra, hogy... Mi
biztos úr kérem, ez csak Jani a hátizsákom. Nézzek, baszik. Beszarom. Jó, Istenem. Ne szállj. Mégis kipróbáljuk, hogy működik-e. Johnny Hero. Apuval készítettünk egy ruhadarabot, egy ilyen ember miért? Jogos. Flathead screwdriver, de most ilyen ruhát venni emberkereskedelem? Na pontosan erről beszélek, pontosan. Igen. Janizsák. 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 Kisfiam, hova szórtad el a Janizsákodat? Menni kell iskolába. És te meg megeszed a tankönyvet. Pepsi. És mit kell felvenni annak a csóri ruhaembernek, hogy divatos legyen? Na ez az, hogy a táskád mit visel? Ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom, hogy mi volt, ez érdekes volt, srácok, mert az internet nem ment el itt nálunk. Valami, az lehet, hogy Twitch-szerverrel volt valami. Ja. De így folyamatosan láttuk a chatet is, meg minden fasza volt, most nem nálunk volt a hiba. Gyakorlatilag ennyit csináltam, hogy visszajön a stream. És így visszajött. Szerintem valami a Twitch-szerverrel volt, amin éppen vagyunk. Ja, elképzelhető. Na reméljük, hogy a napokban nem lesz, vagy olyan nap folyamán nem lesz több probléma ezzel. Nem most kezdődik a stream. Bocsi, srácok, fogalmam sincs, hogy mi történt. Tudom, hogy te voltál, Gíge. Én tudom, hogy te voltál. Úgy gondolkodod, hogy a emberi viselet védelmébe állsz. Ennyi. Mit cikizít a VR-ra az emberi viselet? Azt hordok, amit akarok. Ez így van. Pajik, vajon az emberi jogi aktivisták akkor majd jönnek a piros festékkel, és lelocsolják azokat, akik ilyen ruhát hordanak? Igen, ez sok kérdést vett fel. Douglas Hun, ezt akkor a Twitch-nek küldeném szerverre. Köszönjük szépen. Nem innentől kezdődik az egy óra, srácok. A mai terv, és akkor foglaljuk össze, ma beszéltünk gyakorlatilag a pazarlásról, a divatról, és a pazarló divatról. Nagyjából ennyi volt a témakör. Igen. Szerintem abszolút jó téma volt, és köszönjük szépen a sok hozzászólást, mert tényleg klassz volt erről beszélni. Mice. Mice, Istenem. Mice. Menjus, köszönjük szépen a 10 hónapot, repül, mint a gép. Csiha Márk, neked pedig a 2-t. A mai terv, hard mode, srácok, valahogy. Hard mode lesz, valahogy siege. Siege-ezünk megint, mert siege-ezni jó. Rég nem siege-eztünk. Igen, úgyhogy most siege-ezni fogunk, mint a gép. Ez a terv mára. Igen. Ez a terv mára. Igen? Igen, aktiváltam a booster, Jani. Ja, jó. Úgyhogy ez pazarolni a szar. Ha volt tanulsága a mai műsornak, az elvesztegetett szemét, étel és idő. És booster. És hát az idő a booster. Hát az idő a booster, igen. Srácok, legyen ez a mai nap tanulsága. Ha aktiváltatok a boostert, akkor nincs megállás. Igen, este pedig, hát remélem 7-től, el tudjuk kezdeni a Tomb Raider 2-t. Igen. Ha nem, akkor kicsit később, de elkezdjük. Mindenképpen. 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 Köszi, srácok, hogy itt voltatok ma reggel. Jövünk vissza Kattukor. Kattukor, pontosan Kattukor. Elnézést kérünk a szakadásért. Elbeszélgetünk majd a Twitch-el így útközben. Bex, köszi szépen a 2 hónapot neked is. Köszi. Szevasztok, délután találkozunk. Szevasztok.